Köszöntöm Önöket! Előző héten Damásdi Dénesné Judit volt a vendégem, és nem tudtuk befejezni az összes témát, amit terveztünk, ezért elhívtam Juditot, hogy ma folytassuk a megkezdett beszélgetést. Judit családjának drámai története engem nagyon megrázott és megérintett. Tele van traumákkal, ugyanakkor tele volt traumákkal, ugyanakkor mégis azt láttam, hogy egy életvidám, aktívan dolgozó, boldog, hatgyerekes és 13 unokás nagymama ült itt a stúdióban, akivel nagyon felüdítő volt beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy ez ma is így lesz. Köszöntelek, Judit, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudjuk folytatni a múltkori beszélgetést. Nagyon szívesen jöttem, és köszönöm a meghívást. Hoztál nekem két könyvet a múltkor, amikre egyáltalán nem maradt idő. Talán a végén elmondtam, hogy mik is ezek a könyvek. Szeretném, hogyha ezzel kezdenénk akkor a beszélgetést, nehogy ma is elmaradjon. Az egyik Viski András kitelepítés című könyve, a másik pedig egy könyv, amit te írtál, Elég néked az én kegyelmem címmel, ez pedig a férjedről szól, majd beszélünk erről is. És kezdem is azzal, hogy beleírtál nekem a múltkor, amikor hoztad ezt a könyvet, egy idézetet. Indítsuk innen a történetet, így szól az idézet. Szeretettel Áginak, hogy ne feledjük, nem csak a trauma, hanem az áldás is transzgenerációs. Hát ez egy nagyon komoly mondás, különösen, hogyha ismerjük a családotoknak a történetét. Hogyan kapcsolódik ez hozzátok, és aztán hogyan kapcsolódik majd a másik történethez is, de kezdjük akkor először veletek. Miért volt ez a mondat olyan fontos a számod? Egy picit talán meg el is ismételhetsz néhány mozzanatot az életetekből, mert hogy hát ha valaki nem látta az előző adást, és tudom, hogy ez a mondat neked nagyon fontos volt. Igen, ez a mondat Viski Andrástól van, aki ugye a másik könyvnek az írója, és azért tartottam ezt fontosnak, mert hogyha visszanézünk az életünkre, gyerekkorunkra, szüleink, nagyszüleink, vagy akár több generációra, akkor minden családban vannak traumák, krízisek, nehézségek, mélypontok, és hogyha csak erre figyelünk, akkor az elég kiábrándító, vagy elszomorító lehet. És azt gondolom, hogy nincs annak értelme, hogy akár a múltbeli sebeken úgy rágódjunk, hogy azt indokként hozzuk föl, hogy azért, mert ez történt, akkor azért vagyok ilyen szerencsétlen, vagy ilyen, olyan, amolyan, hanem hogy úgy kellene visszanézni ezekre a dolgokra, hogy ne csak ezeket a rosszakat lássuk, hanem azt is, hogy jót is örököltünk a szüleinktől, jót is kaptunk Istentől, Isten áldása kísérte az életünket, és ezt olyan sokszor elfelejtjük. És a saját életünkre is visszanézve, hogy nem csak azt szeretném, amikor így visszanézünk meg, ahogy beszélgettünk a családunkról, nem csak arra szeretnék figyelni, vagy az a fontos, hogy fiatalon meghalt az édesapám, hogy úgy nőttem föl, és utána ez megismétlődött a mi családunkban, hogy a férjem is nagyon fiatalon meghalt, és egyedül kellett a hadgyereket fölnevelnem, hanem azt is látom, hogy mennyi áldást kaptam rajtuk keresztül, hogy édesapámnak az a hite, elkötelezettsége, hogy a világvégi kis faluba ő mégis hűségesen szolgált, és több gyülekezetet is ellátott, és abban a beszorított 50-es, 60-as években is hű tudott maradni Istenhez, és imádsággal, hitből tudta a munkáját végezni, nevelni a családját, és aztán utána ugyanígy Dénes fiatalon nagy energiával vetette bele magát abba, hogy egy kihalló félbe levő gyülekezetet úgymond föléleszen, és rengeteg mindenbe belekezdett, mert nagyon fontos volt neki az, hogy az evangéliumot továbbadni, hogy Isten örömhírét vinni az emberekhez, és akár a gyülekezetépítésbe, a könyvkiadásban ő belekezdett, annak is ez volt a motivációja, hogy továbbadni az evangéliumot. És ez egy nagy áldás, hogy így emlékezhetünk rájuk, és hogy ez mehet tovább, és hogy ez egy felelősség is, hogy menjen rajtunk is tovább. És hogyha azoknak is, akiknek esetleg nem olyan volt a családja, vagy úgy gondolják, hogy ők nem túl sok ilyen hitbeli örökséget kaptak, de most viszont lehet az ő felelősségük, hogy akkor
ők próbálják az Istennel való kapcsolatot úgy megélni, vagy úgy építeni, hogy ők már tovább tudják majd adni ezt az áldást. Úgyhogy nekem ezért volt ez Andrásnak ez a mondata nagyon fontos, hiszen az ő életük is teli volt ilyen traumával, de őket is úgy ismertem meg, mint akik az áldás hordozói, és mi is nagyon sok áldást kaptunk rajtuk keresztül. Szóval, hogy jó lenne így ebben a szemüveggel is nézni, és hálásnak lenni azért, ami jó, hogy igen, rengeteg jó dolog van az életünkben, amiket talán nem is veszünk észre, vagy nem is foglalkozunk vele, a legapróbb dolgoktól kezdve az egészségünkért az, hogy békességbe élhetünk, hogy itt most nincs háború, hogy van házunk, hogy van hol laknunk. Tehát ezeket olyan természetesnek vesszük, de hogy igazából ez mind valahol Istennek az áldása, és nem mindenkinek, nagyon sok embernek nem természetes. Abszolút. És hogy ha így nézzük a dolgainkat, akkor egy egész más szemüveget kapunk, és segít abba, hogy tovább tudjunk lépni, hogy reménységünk legyen, hogy békességünk legyen. Igen, máshogy látjuk az életünket, azt, amiben benne vagyunk. Igen. Azért döbbenetes ez a gondolat, mert hát a múltkor engem is, ahogy a bevezetőben el is mondtam, meggrázott a családotok története, és amikor mégis ezt a mondatot mondtad el, akkor bennem is akkorát fordult ez az egész dolog, hogy hát tényleg nem csak azt kell látni, amit elmondtál az édesapádról, meg a férjedről, hanem hogy mennyi mindent örököltetek rajtuk keresztül, mennyi mindent tettek ők az Istenért, meg a családért, és hogy az is minden tovább megy, és azt is tovább kell vinni, és arra is emlékezni kell. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy meg nyilván ezért is írtad bele, mert múltkor is nagyon megérintett ez a mondat és gondolat, és hát tőled hallani ezt nagyon komoly, meg Viski Andrástól is, akire majd rátérünk. De azért akkor egy picit beszéljünk még erről a könyvről, mert hogy ezt te írtad Dénesről, pontosabban arról a 10 évről, nagyon, ez a mondat itt az elején, egy református lelkipásztor szolgálatának első és utolsó 10 éve. Hát miért volt ez első és utolsó 10 év, szóval miről szól ez a könyv? Mert hogy ennyi volt 10 év. Igen. Igen. Ezt 7 évvel utána írtam, hogy ő meghalt, és úgy gondoltam, hogy fontos leírni, hogy mi történt ott Kiskunfélegyházan az alatt, a 10 év alatt, mert tényleg nagyon sok minden, rengeteg minden történt, és nem szerettem volna, hogy ez úgy feledésbe menjen, vagy elfelejtődjön, tehát hogy egyrészt így tényleg egy kicsit dokumentálni is akartam a dolgokat, szerettem volna, ha majd a gyerekeim, unokáim is elolvashassák, hiszen ők a nagyobbak egy kicsit, de a kisebbek egyáltalán nem ismerték őt, hogy mégis tudjanak róla, hogy mi mindent csinált, és hát azt gondolom, hogy talán egy kicsit ilyen terápia is volt a magam részére. Ezt akartam is kérdezni, hogy ezt írni magamból. Ugye, amikor meghalt, utána a dolgait, papírjait, jegyzeteit, mindent el kellett pakolni, rendezni, nem tudom, és akkor ugye sok minden előjött, sok mindent megtaláltam, a számítógépbe is, vagy papíron a jegyzeteit, ilyesmit, és akkor kezdtem ezeket úgy rendezgetni, és akkor így jött ez így elő, hogy akkor ezt valahogy fűzzük össze, ezt a történetet valahogy örökítsük meg. Magának a gyülekezetnek is jó, hogy arról a 10 évről van egy ilyen összefoglaló írás, és nekem ez jó volt, hogy így ezeket így összeszedtem, és leírhattam. Úgyhogy próbáltam úgy minden területet összeszedni, amiben benne voltunk, vagy amiben ő szolgált, és akkor így kicsit így ilyen tematikusan összeszedtem, hogy mi minden történt ott. Igen, tényleg a gyülekezettel kapcsolatban, a könyvesházzal kapcsolatban, amiről majd fogunk beszélni. És hát, ahogy az előbb is mondtam, elképesztően intenzív volt ez a 10 év, tehát döbbenetes, amit itt leírtál, és nyilván a valóság még ennél is gazdagabb volt. Mit szóltak a gyerekek, unokák, amikor kézbe kapták ezt a könyvet, hiszen mondtad, hogy hát ugye a kicsik nem nagyon emlékezhettek rá. Igen. Hát alapvetően mindenki örült neki, tehát még akkor is úgymond még a nagyok is gyerekek voltak, amikor megírtam, szerintem inkább később, ahogy újra és újra a kezükbe került, vagy úgy elolvasták, igazából örültek neki, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy legyenek emlékek, még akkor is, hogyha nem személyesen talán kevés emlékük van, de hogy így
így leírva azért ez sokat, sokat számít, hogy mégis van egy képük arról, hogy milyen volt az édesapjuk, vagy hogy dolgozott, vagy milyen szolgálatokban voltunk benne, és szerintem ez nagyon fontos a számukra. Uh-huh. És mind a mai napig például előfordul, hogy elmennek valahová, nem olyan nagy az ország, akárhova mennek valami egyházi rendezvényre, konferenciára, ilyesmire, legtöbbször úgy jönnek haza, hogy anya, volt ott valaki, és amikor bemutatkoztam, és fölfogta, hogy ki vagyok, akkor egyből mondta, hogy hó, én ismertem az édesapádat, és akkor mindjárt jön egy pár mondatos sztori vele kapcsolatban, vagy valami emlék, vagy valami, és látom, hogy ez nekik nagyon fontos, mert hogy ezek mindig általában pozitív emlékek, és egy pozitív megerősítés nekik, hogy hú, ha még egy idő után is az ő édesapjukra valaki egyáltalán emlékszik, akkor ez egy jó, uh-huh. jó dolog. Tehát, hogy jó hatással volt uh-huh. az emberekre, vagy jó nyomot hagyott az uh-huh. emberekben, és ez nekik nagyon uh-huh. fontos, ezek az apró kis dolgok is. De jó. És mennyire jó lesz majd őt viszont látni. Igen. Az mennyire jó lesz. Igen. Na, hát tényleg nagy kincs ez a könyv, és mindenkinek feltétlenül ajánlom. És térjünk akkor rá a másik könyvre is, tehát Vizsky András kitelepítés. Majd mondom a személyes élményeimet is, de akkor először hadd kérdezzem, hogy milyen kapcsolat fűz téged a Vizsky családhoz, mikor ismerted meg őket? Talán a múltkor egy-két szóval említettük. Igen, a elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a 80-as években nagyon sokat jártunk Erdélybe, még Debrecenből az iskolás éveink alatt, és mindenféle segítséget, bibliákat, gyógyszert, élelmiszert vittünk ki, és akkor ismerkedtünk meg a Vizsky családdal, és még sokakkal másokkal, akik az ő vonzás körzetükbe tartoztak, vagy az ő közösségükbe tartoztak. Vizsky Ferenc egy református lelkipásztor volt, akit a hite miatt 1958-ban 22 év börtönre ítéltek. Ebből végül 6 évet töltött börtönbe, és a feleségét, a 7 gyereke pedig kitelepítették egy politikai foglyoknak meghatározott táborhelyre, le a román vidékre, oda a Duna delta környékére. És az András, aki ezt a könyvet írta, ő a legkisebb a 7 gyerek közül, tehát ő 2 éves volt akkor, amikor elvitték őket oda, erre a kényszer lakhelyre. Tehát ő ott nőtt föl, ott tanult meg beszélni magyarul, románul, ott szocializálódott, és ez a könyv ezt az időszakot, tehát ennek a kitelepítésnek az időszakát mondja el egy nagyon különleges nyelvi megoldása, nagyon különleges a szövege, és nagyon döbbenetes olvasni, mert ugyanezt most írta néhány éve jelent meg, de annak a kisgyereknek a gondolkodás módjával és gondolataival írja le azt, ami ott történt vele, és ez nagyon döbbenetes, hiszen egy borzalmas körülmények között voltak, és nagyon sok kemény dolog történt velük, és a gyereknek ez valahol természetes, hiszen ő ebben nőtt fel, ott ezt élte át, és nagyon, nagyon megdöbbentő a történetük. És nagyon érdekes volt, hogy amikor mi velük kapcsolatban voltunk, ott a 80-as években, vagy megismertük őket, akkor annak ellenére, hogy ők ezeken mentek át, tényleg egy nagyon örömteli, és pozitív, és nagyon a hitüket nagyon komolyan vevő, hiszen azzal, hogy a politikai foglyokat egy idő után ugye kiengedték a börtönből, de azért a Ceausescu időszak alatt ugyanúgy megvoltak az atrocitások, tehát Feri bácsinak rendszeresen vittünk mindig könyvet is, mert úgy 2-3 évente mondjuk házkutatásnál elvitték az egész könyvtárát, tehát és akkor mindig újra kezdte, és mindig újra gyűjtötte a könyveket, tehát hogy akkor sem hagyták őket békén, és a gyerekeiket sem, tehát hogy azért ők nagyon komoly megfigyelés alatt álltak, és ennek ellenére vállalták azt, hogy találkoznak a magyarországi testvérekkel, hogy oda mehettünk, hogy együtt lehettünk közösségbe, imádságba. Mindig nagyon nagy áldás volt, és mindig nagyon, nagyon meghatározóak voltak ezek a találkozások számunkra. Tehát volt valami mélysége ezeknek a dolgoknak, meg amiket így Feri bácsitól is hallottunk. Tehát az a sok éves hitbeli tapasztalat, meg megpróbáltatás, meg a börtönévek, szóval így nagyon, mint ilyen szent emberre emlékszek így vissza rá, és,
és így nagyon örültem, amikor most ez a könyv megjelent, és elolvashattam, mert én ismerem az összes szereplőt, aki benne van, és így talán még közelebb volt hozzám, és nagyon jó volt olvasni, mert a könyv is annak ellenére, hogy tényleg nagyon sok mélységet leír, de mégsem egy szomorú könyv, nem, hanem egy abszolút örömteli és reményteli, és ez nagyon jó volt így nekem a saját életem történetével valahogy párhuzamba állítani, vagy valahogy úgy jobban magaménak éreztem ezt a történetet. És volt még egy nagyon fontos gondolat, most így, hogy a könyv megjelent, András, nagyon sok felé hívták előadásra, nagyon több újságban jelent meg vele riport, és az egyik ilyen riportnak a végén, vagy hát ebben a riportban hangzott el, amit így olvastam tőle, és ez nagyon-nagyon jól összefoglalta azt, ahogy ő is visszatekint a saját életükre, meg ahogy én is visszatekintek a saját életemre, és ez az volt, hogy a gondviselés nem az életben maradást jelenti, hanem a megtartatást. És ez nekem nagyon, tehát hogy olyan nagyon röviden és frappánsan kifejezte azt, hogy az, hogy hiszünk abba, hogy Isten gondot visel rólunk, az nem azt jelenti, hogy egy ilyen burrát ránk rak, és akkor semmi baj nem történhet velünk, hanem itt élünk ebbe a világba, ahol a természeti törvények és minden ugyanúgy a hívő emberekre is érvényes, és ugyanúgy történhet velünk bármi baj, és megbetegedhetünk, meghalhatunk, bármi lehet, de az, hogy Isten gondot visel, az azt jelenti, hogy megtart, és megtart akkor is, amikor jó dolgunk van, és éppen örülünk, és akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, betegek vagyunk, vagy valami krízis van, akkor is megtart, és akkor is megtart, amikor el kell menni ebből a világból, abban a másikban, amit készített a számunkra. Úgyhogy ez így nekem nagyon összefoglalta ezeket a történeteket, hogy így nézni rá, hogy igen, Isten gondot visel rólunk, de ez nem azt jelenti, hogy feltétlen mindig minden úgy emberileg rendben van, hanem vannak nehéz dolgok. Hát igen, vannak nehéz dolgok. Ez a könyv tényleg egy olyan időszakról szól, én is a héten a kezembe vettem, és aztán le se tudtam tenni, tehát ez ilyen egyben elolvasod, mert beszippant az egész világ, amiről ír. Csak hadd olvassam fel, itt az első oldalon írja a szerző következőt. A szerző kijelenti, hogy a könyv fikció, nevezetesen egy valamiképpen felnőttkort megért gyermek képzeletének a szülötte, aki a több éves gulág tapasztalatát sehogyan sem tudja szétválasztani a fantazmáitól. A fikció egyezésért a valósággal, a valóság a felelős. Jaj, szóval döbbenetes ez a könyv. Tehát tényleg, ahogy annak a gyereknek a szemével leírja. És tényleg, ahogy mondod, hát elképesztően drámai az a történet, amiről szól. És mégis valahogy, ahogy így gyerek szemmel próbálja, meg gyerek szájjal elmondani, és láthatóan összeolvad tényleg a fantázia meg a valóság. Valahogy mégis reményteljes, valahogy mégis beszippant, és valahogy mégis ott vagy velük az egészben. És az, hogy ezek után tényleg, ezért volt jó ezt most hallani, amit mondtál, hogy milyennek ismerted meg utána is őket, hogy hogyan éltek, vagyis hát te csak utána ismerted már nyilván a családot, és hogy úgy tudtak megmaradni a hitben, és úgy volt fontos számukra az, hogy ezt az emberek közé elvigyék, ez egészen elképesztő. Úgyhogy egy újabb könyv, amit mindenkinek nagy szeretettel tudunk ajánlani, és egyébként az On the Spot dokumentumfilm sorozatban, vagy riportfilm sorozatban is készült Viski Andrással egy epizód, úgyhogy azt is feltétlenül ajánljuk a nézőknek, hallgatóknak. Tehát két fantasztikus könyv, amiről most beszéltünk. És akkor menjünk is tovább egy hatalmas lépéssel, de még mindig a könyvek témájánál maradva, mert hogy te most a Paraklétosz Könyvesháznak vagy az igazgatója, és ez a történet is, hát Dénessel kezdődött. Ha jól tudom, akkor még ott régen a debreceni református iskola rendszerben, amiről a múltkor meséltél. Szóval honnan indul ez a könyves sztori? Igen, onnan indul, hogy amikor ő teológus volt, akkor volt a teológiának egy saját kis nyomdája, a saját jegyzeteiket ők készítették, és akkor ő ott elkezdett dolgozni, és hát öt éven keresztül gyakorlatilag ő
volt a nyomdász, tehát ő csinált mindent, és egyébként a könyv azért ilyen, már formailag vagy kinézetre, mert ilyenek voltak azok a könyvek, amiket ő nyomtatott, és ez jó, a... Igen, tehát, hogy ez még egy nagyon régi, hagyományos kis offset nyomda géppel készült, és pont ugyanilyen papírba kötötte ő maga a könyveket, tehát hogy házilag tényleg mindent megoldottak, úgyhogy azért ez lett, is. Igen, az a papír, az egy különleges papír, igen, erre így oldotta meg a borítókat. És amikor aztán Kiskun Félegyházára kerültünk, ugye ő lelkészként és egy lelkészkörbe fölmerült közvetlen ott a rendszerváltás környékén 89-ben, hogy jó lenne valami könyvet kiadni, voltak tervek, ötletek, ugye akkor hirtelen megnyíltak a lehetőségek, ami addig nem lehetett, akkor most így kinyíltak a dolgok, és akkor hát ki csinálja, vagy mi legyen, és akkor így Dénes, ő már látott könyvet, meg csinált ilyeneket, és akkor akkor csináljátok ti. És akkor így alakult ez az egész, hogy nem volt itt semmi nagy terv, vagy nem úgy indult ez a Parakétosz könyvesház, hogy most akkor csinálunk egy könyvkiadót, itt van ennyi pénz, az befektetjük, és akkor terv, hogy mit fogunk kiadni. Nem, egyáltalán semmilyen nem volt, csak most van egy könyv, amit ki kellene adni, és akkor megjelent az egy könyv, aztán utána lett egy második, aztán egy harmadik, és akkor jöttek a hitoktatók, ugye beindult a hitoktatás is, és akkor, hogy nincs semmi anyag, amiből taníthatnának, vagy amit használhatnának, akkor megjelent egy fiatal anyuka, hogy ő a gyerekeinek írt, meg rajzolt egy könyvet, egy keresztény könyvet, nem lehetne kiadni, és akkor így elkezdett így növekedni ez az egész, és aztán a kicsi magból egy nagy fa lett aztán, és akkor így alakult ki a Parakétosz könyvesház. Hát erről írsz is a könyvben egyébként, igen, és ott igen. Is döbbenetes végigkövetni azt, hogy milyen intenzitással, tehát mindig újabb és újabb impulzusok, igények jöttek, ötletek jöttek, igen. Dénes tele volt ötletekkel. Igen, ez tény. Igen. És azokat sorban meg is valósította, ügyesen, szervezve, barkácsolva, ha kellett, igen. Akkor raktárat épített, igen. Ha kellett, igen. Akkor kiszállított, tehát igen. mindent csinált, és újabb és igen. Újabb dolgokkal bővült a történet, úgyhogy rendkívül intenzív volt ez a dolog. És aztán utána te vetted át ezt a munkát. Most akkor egy picit megint vissza kell oda kanyarodnom, amit a múltkori alkalommal nagyon sokszor megkérdeztem, hogy volt erőd ehhez. Tehát mesélted, hogy sok mindent leépítettetek ott Kisfunkfélegyházán, viszont a könyves az megmaradt, és te vetted át a vezetését, de hát ott voltál a hat kicsi gyerekkel, aki közül a legkisebb még talán egy évese volt. Igen. Hogy vágtál bele ebbe? Hát... Nem is tudom, igazából úgy éreztem, hogy nincs más lehetőségem, vagy mindenféleképp azt gondolom egyébként, hogy ez nem csak az én saját erőm, hanem hogy így ez egy isteni vezetés volt, vagy ő adott ehhez az egészhez erőt. Az nagyon nagy dolog volt, hogy a családban volt egy segítségem, még egy pár évig utána, aki igazából a gyerekek körül, meg a háztartásban nagyon sokat segített. És ez az egy dolog volt az, amit tudom, hogy Dénes nagyon a szívén viselt, és tehát ezt az egyet kérte is, mielőtt meghalt, hogy ezt szeretné, hogyha tovább csinálnám. És biztos, hogy ez is benne volt, hogy ez az ő kérése is volt, hogy ez menjen tovább. És Isten olyan különleges módon formálta mindig a történetnek a szálait, és olyan embereket adott mellém, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka volt. És azt nagyon sok helyen látom most így a könyvespiacon is, meg úgy egyébként a keresztény szolgálatokban, hogy nagyon sok múlik az embereken, vagy hogy majdnem minden az Isten után majdnem minden az embereken múlik, tehát hogy ahol nincs olyan, aki teljes lelkesedéssel, elszántsággal, elhivatottsággal csinálja a dolgokat, azok ott egy idő után elhalnak a dolgok. És tényleg olyan emberek kerültek mellém, akik nagyon sokat segítettek. A szerkesztő kollégám, Mikja Zsolt, ővel már akkor egy évvel
előtte kezdtünk együtt dolgozni, mert akkor jutottunk már el odáig, hogy oké, persze, csináljunk ezt is, azt is, de most már kellene egy szakmai valaki, aki a könyveknek, a kiadványoknak úgymond a tartalmát, a nyelvezetét, a szövegét is tudja gondozni, mert mi úgy ügyesen elmenedzseltük a technikai részleteket, de hát azért... Mint programozó matematikus tegyük hozzá, igen. A könyv az nem csak papírból van, mert azt megoldom a papírt, meg a nyomdát, meg mindent, hanem annak tartalma is kell, hogy legyen, és akkor így elkezdtünk dolgozni vele, és akkor, amikor Dénes meghalt, akkor utána ők az ország másik végében laktak, a feleségével, Monikával együtt mind a ketten tanítók voltak, ott teljesen felszámolták az életüket, és Kiskunfélegyházára költöztek, és ők tényleg teljes bedobással odaálltak mellém, hogy akkor csináljuk, és legyenek könyvek, és legyen ez tényleg normálisan folytatva. És hát Zsoltnak nagyon sokat köszönhetek, mert azt gondolom, hogy a kiadványaink azok tényleg nagyon nyelvileg, tartalmilag, teológiailag egy nagyon magas színvonalat képviselnek, és ez az ő érdeme, mert ezt a részét ő csinálja teljesen a kiadványoknak, és azóta is, tehát ugye most már lassan 30 éve, és azóta is ő a szerkesztő, és akik egyébként az informatikus kollégám, meg akik a könyvesházban még ott vannak, ők is nagyon nagyon jó munkatársak, és tényleg mindent beletesznek, hogy ez az egész működhessen. Úgyhogy most egy kicsi csapattal vagyunk, már csak négyen, Zsolttal együtt, ő külsősként dolgozik, öten, de mindenki már több mint 20 éve ott van, és csináljuk. Úgyhogy egy nagyon kis családias, összetartó csapat, akikkel ezt a Paraklétosz könyvesházat visszük. Akkor összeszokott csapat vagytok, igen, ezt biztos, igen, ha lehet mondani. Igen. Hát azért nagyon sokat változott a könyvpiac, tehát ott elkezdtétek Dénessel a könyvkiadást, és ma hát teljesen máshol tart. Hogyan sikerült így alkalmazkodni a változásokhoz, vagy a kornak a kihívásainak megfelelni? Hát tényleg nagyon sokat változott, mert ugye az még a digitális kor előtt volt, úgyhogy maga a nyomdatechnika például, ott is rengeteg minden változott avval, hogy bejöttek a digitális nyomdák, sokkal több lehetőség van, technikai lehetőség van. Az olvasási szokások és képességek is változtak, ma már sokkal rövidebb, egyszerűbb szövegekkel kell dolgozni, a gyerekek is már nem tudnak olyan hosszú szövegeket, tehát hogyha most megnézek egy 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtti gyerekregényt, meg egy mait, sokkal más, rövidebb, nagyobb betűvel, igen, kisebb szövegblokkok, képek, igen, stb. Tehát, hogy ehhez folyamatosan alkalmazkodni kell. De vannak benne jó dolgok is, például éppen a digitális dolgokkal, hogy nagyon sok hitoktatói anyagot készítünk, és például mostanában már az elmúlt években rengeteg olyan linkes QR kódos ajánlást rakunk a nyomtatott könyvekbe is, ahol a hitoktatók további ötleteket találnak, vagy ajánlunk mondjuk egy éneket, és akkor oda rakjuk mellé a QR kódot, telefonnal csak beolvassa, és abban a pillanatban látja a kottát, vagy hallja a zenét, attól függ, hogy mit, tehát, hogy próbáljuk így ötvözni a nyomtatott verziót is, hogy a digitális tartalmakat is bele varázsoljuk, úgymond. Akkor amellett ugye, hogy könyveket és társasjátékokat készítünk, vagy adunk ki, van egy könyvterjesztésünk is, tehát, hogy más kiadóknak a könyveit is terjesztjük, és ebbe is nagyon nagy változás volt, mert amikor elkezdtük, akkor az volt a koncepció, hogy lehessen mindent egy helyen kapni, és tényleg rengeteg kiadóval voltunk kapcsolatban, meg rengeteg egyéni kis magánkiadást próbáltunk összeszedni, hogy minél változatosabb legyen a kínálat, és hogyha valaki odajön, vagy tőlünk vásárol, akkor mindent megtaláljon. Na most azóta ugye nagyot fordult a világ, minden kiadónak van honlapja, webboltja, egy kattintással mindent meg lehet találni, és ennek már így nincs akkora jelentősége, tehát szűkítettük egy kicsit a kínálatunkat, bár így is nagyon sok, és az elején
rengeteg katalógust küldtünk. Tehát akkor még nem volt más. Ma már ez olyan teljesen hihetetlen, hogy évente 5-6 alkalommal több ezer katalógust kiküldtünk, és volt olyan katalógus, ami csak egy egyszerű szöveges, tehát még képek se voltak benne, csak így tematikusan felsorolva egymás után a könyvek. És az alapján rendeltek az emberek, küldték postán vissza, hogy ezt kérem, azt kérem. Tehát ez ma már annyira furcsa mi magunknak is. És akkor azóta már ugye ezt elfelejtettük, és azóta már e-mailbe küldjük, hírlevelet, Facebook reklám, nem tudom, tehát mindenféle digitális tartalom, fönt van a webboltban mindenünk, tehát hogy igyekszünk a változásokhoz alkalmazkodni, de egyébként nem könnyű, mert ugye mégiscsak vannak megszokott dolgok, amiket csinál az ember, és akkor hogy időbe tudjon váltani, hogy azt mondani, hogy hú, ez már nem kéne, vagy nem így kéne, vagy máshogy kéne. Ez nem egy egyszerű dolog, de azért igyekszünk. Hát le a kalappal, hogy ezt így tényleg tartjátok a lépés, mert hát rengeteget változott, nem csak a könyvpiac, hanem úgy egyébként is. Minden szempontból a világ, meg az üzleti élet. De olyan lelkesen beszélsz erről, hogy muszáj megkérdeznem, mi az, amit ebben úgy igazán szeretsz, mert hogyha egy 13 unokás nagymama még mindig dolgozik aktívan egy könyvkiadó igazgatójaként, akkor biztos, hogy a szíved csücske ez a dolog. Hát igazából, amit a legjobban szeretek, az maga a kiadási folyamat. Tehát az, hogy egy ötletből, egy gondolatból, van, amikor hónapok, de néha akár év, vagy két év, egy hosszú folyamat alatt, és a végén megszületik valami. Egy könyv, vagy egy hitoktatói anyag, vagy egy társasjáték. Maga ez az egész, tehát hogy úgy hordozza, mint a gyerek születés, hogy mondjam, tehát hogy úgy hordozza az ember magába, dolgozik vele, rengeteg kuli munka is van benne, de nekem az nagyon nagy öröm, amikor aztán, amin dolgoztunk, az végre elkészül, ott van a kezembe, van a munkámnak kézzelfogható eredménye, ráadásul olyan eredménye, ami még vélhetőleg sokáig kézbe vehető, mert jó, változik a világ, meg minden, de azért egy könyv, az még x év múlva is könyv lesz, hogy egy társasjátékkal 5 év múlva, vagy 10 év múlva is lehet majd játszani. Szóval maga ez, hogy ezt végig felügyelni, végig kísérni, hogy kitalálni, hogy lesz jó, hogy lesz optimális, hogy tartalmilag, formailag, kinézetre, hogy árba, hogy mikor jelenjen meg, hogy lehet majd eladni. Szóval ezért ez egy elég komplex és összetett feladat, amiben hát vannak segítségeim, ahogy mondtam, szerkesztő kollégám, vagy van egy stúdió, akikkel évek óta együtt dolgozunk, akik magát a nyomdai előkészítést készítik, de az egésznek az egészet nekem kell kézbe tartani, és végig kísérni, hogy megszülessenek az új kiadványok. Úgyhogy ezt tényleg nagyon szeretem. Aha, igen, és ott aztán kézzel foghatok, és egy társas játék, tehát akkor lehet fogtosni a bábukat, meg az is annyi apró dologból, nem csak az ötletből, ami önmagában nagyon nagy dolog, ha valaki kitalál egy jó társas játékot, az mekkora kincs. Na, mondj valami olyant, amire úgy igazán büszke vagy, vagy valami az utóbbi időkben, vagy valami újdonság. Mi az, ami most úgy a szíved csücske, ha már megint ezt a szót használom? Hát, ami most például egészen új dolog, szerintem a kollégáim most pakolják ki az autóból a raktárba, mert tegnap jelezte a nyomda, hogy akkor ma szállítják. Ez most egy egészen új, már ugye ott karácsonyra készülünk. Az a címe, hogy Karácsonyi ablakok, és ez két kis füzet igazából, de nagyon-nagyon-nagyon szép lett. Az egyik egy gyerekeknek szóló kis könyvecske, amiben ilyen párhuzamos történetek vannak, tehát négy történet, négy gyerekek, tehát a mai történet, és párhuzamosan mindegyikkel a bibliai születés történetnek egy-egy részlete. És mellette kis feladatok, rejtvények, színezős, tehát egy ilyen igazi kis adventi karácsony váró, olvasgatós, feladatos kis könyvecske, és nagyon szép, színes a belseje is, és a párja pedig egy hitoktatóknak szóló
kis füzet, ami ugyanerre épül, hogy a karácsony előtti időszakban, egy ilyen karácsonyi készülődésbe, az advent 4 hetére, vagy vasárnapjára, vagy a hittanórán, mindegy, tehát egy ilyen karácsonyi készülődésre igazából óra tervek, vagy hát hogy lehet ezt földolgozni a gyerekekkel. Úgyhogy ez most így nagyon, nagyon szép is lett. A történeteket azt Mikael Zsányi Mónika írta, a feladattárat hozzá, tehát a hitoknak szóló feladattárat pedig Mikja Zsolt, tehát a kollégám, a szerkesztő kollégám, és a grafikákat meg Horváth Mónika, egy grafikus készítette, de ilyen nagyon kis cukorlet. Sajnos nem tudtam így hozni még belőle, mert mondom, hogy ma érkezik meg, de majd talán egy képet megmutatunk róla, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon szép lett. Avval, hogy így a hitoktatás is egyre nagyobb, jobban jelen van az iskolákban, ugye a kötelező hittanórákkal nagyon nagy az igény az ilyen hittanos dolgok felé, és hát mindig próbálunk olyan hittan dolgokat kiadni, ami egy nagyon gyakorlatias, tehát, hogy amit tényleg kézbe vesznek, és egyből lehet, mert a hitoktatók is úgy el vannak veszve, meg rengeteg a dolgok, de hogy amit tényleg kézbe vesznek, és akkor ott van egy kész ötlet, amit meg lehet valósítani. Úgyhogy elég sok ilyen hittanos dolgunk van, és van egy honlapunk is, a Katetéka, ami pedig egy hitoktatói ötlettár igazából, ezt már tizen akárhány évet csináljuk, nagyon sok éve, és minden héten kerülnek föl újabb anyagok, és ott az így gyűlik, mint egy könyvtárba, tehát most már rengeteg minden van, játékok, ötletek, parkács ötletek, énekek, ilyenek, és ennek az anyagából aztán később mindig készítünk könyveket is, tehát ezek könyvformában is megjelennek. Ez egy ilyen elég nagy A4-es spirálos sorozat, már 14 kötet van ebből a Katatéka segédkönyvekből, tehát ez például egy elég nagy, komoly anyag, amit a hitoktatók tudnak használni. És így nagyon, ugye mi reformátusok vagyunk, vagy a református egyházhoz tartozik, a helyi kiskunfélegyházi gyülekezethez tartozik ez a Paraklétosz könyvesház, de a hitoktatói anyagunk azok nagyon a bibliai történeteken alapulnak. Tehát, hogy így akár más felekezetűek, katolikusok, baptisták, tehát, hogy sokan használják, mert az alap bibliai történetek üzenetet hordozza, úgyhogy mindenki hozzá tudja a saját hittantantervéhez kapcsolni könnyen. És az egyéb kiadványaitokat hol találják meg a nézők, akkor mondjuk már el azt is, és kiírjuk majd a képernyő alá. Tehát esetleg honlap, Facebook oldal, könyvesboltok, hol érdemes keresni? A honlapunk, ahol lehet vásárolni, nagyon egyszerű, könyves.hu, ékezetek nélkül, ugye, könyves.hu, ott lehet vásárolni tőlünk, Kiskunfélegyházán vagyunk, de postázunk, illetve mindenféle futárszolgálattal küldjük a dolgokat, és hát az összes egyházi könyvesboltba kapható. Itt Budapesten is, a Ferenciek terén, a katolikus könyvesboltokban, de a Good News CLC, a Nagyegyházi, a Harmad kiadó, a Calvin kiadó, Luther kiadónak a boltjában, tehát igazából mindenkivel kapcsolatban vagyunk, és mindenhova visszük a dolgainkat, és ott megvásárolható és elérhető. Azt szerintem fantasztikus, hogy több felekezet számára is készülnek ezek a könyvek, és nyilván nem csak a hitoktató könyvek, hanem a többi is nyitott és elérhető mindenki számára. Szerintem ez már önmagában óriási dolog. Ugyanakkor kihívást is jelent az, hogy ennyiféle emberhez szólni, gyerekekhez, hitoktatókhoz, családokhoz. Mi az, amit te úgy élsz meg, hogy a legnagyobb feladat a számodra, vagy kihívás ebben a munkában? Hát a legnagyobb kihívás az sokszor az, hogy megtalálna az egyensúlyt a között, amit szeretnénk, vagy amit jó lenne kiadni, és ami aztán rentábilis. Tehát, hogy a szakmai és a gazdasági szempontokat összehangolni. Mert ezek sajnos nem mindig egyeznek. Tehát nekünk nincs semmi más bevételünk, nekünk önfenntartónak kell lenni, tehát olyan dolgokat kell kiadnunk, amiből a költségeinket tudjuk fedezni, a munkatársakat ki tudom fizetni, stb. És
És ez egy mindig újra és újra visszatérő kérdés, és újra visszatérő dilemma, hogy vannak ötleteink, hú, de jó lenne ezt csinálni, azt csinálni. De ha az nem térül meg, ha az túl drága, ha az túl jó, mert ilyen is van sajnos, hogy valami túl jó olyan irodalmi vagy olyan színvonalat képvisel, amit már nehéz eladni, mert csak egy réteg, egy szűk rétegnek szól. És akkor ez egy ilyen állandó dilemma, tehát hogy a tarsolyunk, az mindig sokkal jobban teli van az ötletünk, amikor leülünk ötletelni a szerkesztő kollégámmal, hogy mit lehetne és hogy lehetne, ott mindig nagyon-nagyon sok ötletünk van, és aztán hát én rám vár az a kegyetlen dolog, hogy végig gondolja, hogy ez most gazdaságilag megéri, nem éri, bele tudunk annyi pénzt fektetni, nem? Mennyi példányszám legyen, ha túl sokat csinálunk, akkor nem tudjuk eladni. Ha túl kevés példányszámot, akkor egy példánynak nagyon magas lesz az ára. Tehát ez nehéz, hogy mindig a gazdasági szempontok az erősebbek végül is, mert valahogy életben kell maradnunk, és valahogy fönn kell maradni, és ez néha fájdalmas, amikor le kell mondani olyan dolgokról, amit a szívünk szerint azért nagyon szívesen megcsinálnánk, vagy nagyon jó lenne. Úgyhogy ez nehéz. És az is, hogy kicsi ország, kicsi nyelv vagyunk, a keresztények, még egy kisebb csoport ezen belül, tehát igazából kicsi a piac, és nincs azért akkora forgalom, hogy túl sok embert mondjuk eltartson. Tehát mi is sokszor szenvedünk ettől, hogy sokat dolgozunk, jó lenne még egy-két ember, de egyszerűen nem tudunk megfizetni többet. Tehát, hogy elég sokat kell dolgozni ahhoz, hogy fennmaradjunk, és tudjuk ezt az egészet csinálni, és működjön. Még egy szót ejtsünk a társasjátékokról, mert az nagyon izgalmas dolog. Hogy születnek meg ezek? Tehát kik gyártják az ötletek, kik adják az ötleteket, hogyan készülnek aztán végleg el az összes apró kis darabbal, meg minden kellékkel együtt? Igen. Hát nagyon különböző lehet, mi magunk is ötletelünk. Vannak nagyon egyszerű játékaink, amik meglévő játék ötleteket áttematizálunk bibliai témára, mondjuk egy egyszerű memória játék, amit mindenki ismer, hogy össze kell párosítani a kártyákat, és akkor az bibliai képekkel megcsináljuk. Tehát vannak ilyen nagyon egyszerűek is, de vannak bonyolultabb játékok, táblás játékaink, valahonnan valaki hoz egy ötletet, végig gondoljuk, van sokszor, amikor nem éri meg, nem jó, de tovább viszi a gondolatainkat, úgyhogy ez egy ilyen közös csapat munka igazából. Van például egy olyan játékunk, amit egy hitoktatói anyagot készített, és annak volt egy ilyen kis melléklet, egy ilyen nyári táboros program például, és azt a nyári táboros programot mi kiadtuk, és akkor mondtuk, hogy hú, hát ez annyira jó ez a kis játék mellette, hogy ez megéri, hogy ne csak abban legyen benne valami egyszerű formában, hanem akkor csináljunk belőle ez például az ezüstöm aranyam, egy bibliai pénzek, kell kapcsolatos, vagy azokról szóló kártyajáték, és akkor abból csináltunk külön egy kis kártyajátékot. Tehát, hogy így több felől is jönnek az ötletek. Ezek általában hosszabb folyamat, mert van egy ötlet, akkor először megpróbáljuk azt valahogy formába önteni, kitalálni, milyen dolgok kellenek hozzá, milyen kártyák, játékszabály, stb. Akkor készítünk általában csak egy egyszerű prototípust, amivel már lehet játszani, de mondjuk még nincs rajta dizájn, nincs rajta grafika, akkor elkezdünk vele játszani, mi ott a könyvesházban, a kollégákkal, vagy valaki, például a hitoktató, aki ott helyben a gyülekezetünkben, a hitoktató elviszi, kipróbálja a hittanórákon, és akkor gyűjtjük a visszajelzéseket, csiszoljuk a szabályt, nem ennyi kártya, ne annyi pont legyen, nem tudom én, ilyesmik, tehát összegyűjtjük a véleményeket, átdolgozzuk, és akkor ez addig megy, amíg egyszer azt mondjuk, hogy na, ez most már jó, valahol ebbe a folyamatba elkészül hozzá a grafika, akkor utána már a készkártyákból csinálunk egy mintapéldányt, avval újra játszunk, tehát hogy ez így egy ilyen hosszú folyamat, és akkor utána meg kitalálom, hogy legyen a gyártás, ez már leginkább az én feladatom, ebbe is van különböző, tehát van olyan, hogy olyan nyomdát keresünk, ahol komplett az egészet meg tudják csinálni, tehát hogy a dobozát, a betét, a kártyák, játékszabály, és ők komplett leszállítják, de van, amikor
mindenféle szempontok alapján az a logikus, vagy az a jobb, hogy egyik nyomja megcsinálja a dobozát, a másik a kártyát, vesszük hozzá nem tudom milyen alkatrészt, és akkor minden oda jön hozzánk, és akkor mi ott összecsomagoljuk, és lefóliáztatjuk, tehát na, az egy kicsit nagyobb falat, meg nagyon rá kell figyelni, tehát így többféle módon is készülhetnek, de erre tényleg nagyon, nagyon rá kell figyelni, hogy az jó legyen, hogy beleférjen, hogy akkora legyen, tehát hogy sok apró részletből áll, és sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint mondjuk egy könyv. Tehát sok mindenre kell figyelni. Viszont nagyon izgalmas, hogy ezt elkészülni egy olyan játék, amivel tényleg szép is legyen, meg jó is legyen, és olyan legyen, ami tényleg megállja a helyét, úgymond. Ma nagyon nagy reneszánsz divatja van a társasjátékozásnak, rengeteg játékot lehet kapni, de bibliai témájú játék nem olyan túl sok van a piacon, úgyhogy nagyon jó, hogy ezek vannak. Tudom, mi is használtunk a gyülekezetben ilyen játékokat, amikor még én is benne voltam ebben a munkában. Hát nagyon aktív vagy, ez egészen biztos, ez most már bizonyítást nyert itt a történetedből. Viszont tudom azt is, hogy azért igyekszel magadnak szabadidőt is összeszervezni, és van egy nagyon klassz kis hobbid. Mesélj erről még, légy szíves. Hát gondolom, a kerékpározásra gondolsz. Igen. Hát igen, azért elég sűrű az élet, a nagy család, meg a munka, meg minden mellett, és nekem nagyon fontos, hogy legyen olyan időm, amikor egyedül vagyok, mert valahogy így vagyok összeszerelve, hogy szükségem van rá. És ez egy jó pár éve indult, hogy így megszerettem a kerékpározást, csak ilyen napi szinten is, hogy abban közlekedek, vagy csak elmegyek délután, vagy a hétvégén egy fél órára, vagy egy órára kerékpározni, és ez nagyon kikapcsol valahogy, ahogy tekerek, így a fejembe is egy kicsit úgy helyre rázódnak a dolgok, a gondolatok. Nagyon szeretem a természetet, hogy olyankor általában kimegyek a városból, tehát nem a városból kerékpározok, hanem kimegyek a városból, ami ott Félegyházan egy ilyen tanya világot jelent, tehát hogy azért ott sok mindent lehet látni, ahogy dolgoznak az emberek, tehát nekem az is egy olyan megnyugtató, ahogy látom, hogy változik a természet, a munkák, hogy szántanak, vetnek, aratnak, és utána minden évben ez újra és újra. És a gyerekkorodat is idézi egy kicsit. Igen. Úgyhogy, és aztán meg egy idő után pedig ebből aztán lett egy ilyen, hogy nyáron megpróbálok úgy elmenni szabadságra. Ez már akkor, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor mindig együtt mentünk valahol nyáron, de aztán, ahogy ők fölmentek és kirepültek, akkor jött ez az ötlet, hogy akkor elmegyek egyedül, de akkor kerékpárral megyek, és akkor így lettek ebből ilyen hosszabb, ilyen egyhetes vagy tíznapos kerékpáros csavargások. Na de azért akkor viszed vonattal a biciklit? Igen, vagy? Igen, vonattal viszem a kerékpárt valameddig, és akkor onnantól pedig megyek kerékpárral, igen. Hát az időt is elég nehéz kiszakítani, tehát hogy előtte-utána azért nagyon kell a munkával haladnom, hogy el tudjak menni, mert nagyon sok, a napi munkában is nagyon benne vagyok, tehát nehezen. Operatívan. Igen. És meg hát azért ez szervezést is igényel, szállást, meg útvonalat, meg mindent így előre megszervezek, és akkor megyek. Én szeretek így egyedül lenni, meg élvezem azt, hogy akkor így nem vagyok senkihez kötve, ott állok, meg azt nézek, meg addig ülök, addig megyek, ameddig akarok, úgymond. Most ezen a nyáron merre mentél? Ezen a nyáron Ausztriában voltam, és nagy álmom teljesült, mert hogy hagyományos kerékpárom van, tehát nem elektromos, és az emelkedőket azt nem bírom, tehát általában csak az Alföldön, már a Duna mentén ott egész Németországtól Pestig, azt már úgy több részletben végig kerékpároztam, de az nagyon szép volt, de az egy aránylag könnyű túra, és nagyon szerettem volna egyszer eljutni a hegyek közé, és most találtam egy olyan útvonalat Alsó-Ausztriába, ahova egész sokáig föl lehet vonattal menni, és onnantól, ameddig a vonat, tehát az utolsó állomástól, onnantól van egy aránylag szintben levő, de már ott az Alpokban egy szintben levő kerékpárút, úgyhogy ott voltam. Most kivételesen úgy voltam, hogy egy helyen volt a szállásom, és akkor ezen az útvonalon minden irányba bejártam többször, de ezt nagyon, nagyon élveztem, mert gyönyörű volt a hegyek, meg a patakok, meg folyók, meg minden, úgyhogy ez nagyon tetszett, nagyon jó volt. És van még valamilyen terved?
Biciklivel? Hát csak annyi, hogy jó lenne majd még menni, de ez mindig olyan, hogy valahogy ezt is mindig úgy élem meg, hogy nem akarok ilyen, nem tudom, ilyen nagyon hosszú távra tervezni, mindig csak egy következőre, és azt is mindig úgy, hogy ha Isten megsegítés élek, és a térdem, a fájós térdem is bírja, akkor majd még megyek. Szóval, hogy mindegyiket úgy élem meg, hogy egy ajándék és egy kegyelem, nem tudom, meddig bírok még kerékpározni, vagy meddig lesz rá lehetőségem, de szeretnék majd menni jövőre is, de még a konkrét terv az még nincs meg. De jó. Még majd ezután lesz. Na hát kíváncsian várom, hogy mi lesz akkor ez az ötlet, mert ez Ausztria is nagyon klassz, és már én kifaggattalak, és elkértem az útvonalat, mert nekem is nagyon tetszik, és remélem, hogy sikerül eljutnunk oda. Ez nagyon izgalmas. Hát Judit, nagyon köszönöm, belepasszíroztunk rengeteg mindent ebbe a mai műsorba, mert annyi izgalmas, elképesztő dolog van az életedben, szerettem volna ebből minél többet elmesélni, átadni a nézőknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Számomra fantasztikus volt ez a két adás, amit végigbeszélgethettünk, és amiket megtudtam rólad. A családodról, a történetedről, a gondolataidról, a hitedről engem nagyon inspirált, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fog, nem csak ez a műsor, hanem az egész életed, szolgálatod, munkásságod. Nagyon sok örömöt kívánok neked a munkádban is, meg a családban is, unokákkal is. Sok-sok áldást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget és a kedvességedet. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk voltak, és ha esetleg nem látták az előző adást, akkor feltétlenül nézzék meg Judittal. A történetének nagy részét ott meséli el, és örülök, hogy ma sikerült a többi témára is időt szakítanunk, és beszélgethettünk még. Ezt az adásunkat és a többit is visszanézhetik a www.paxtv.hu oldalon. Én pedig várom önöket jövő héten is, viszontlátásra!